hanem itt el ne felejtsem, hogy Soma, ameddig a culánkat húzigáltuk lefelé magunkról a szekéren, és pacsmagoltuk a petróllal, egyre faggatott engemet. Mit tudok a finánc annuskájáról? Hiába esküdtem meg neki keresztre boldogságomra szemem világára, hogy folyjon ki, ha láttam, süketűjek meg, ha hallottam, ki mi ez az annuska. Soma nem hitte. Összepaklizol ezzel az ezer idegen finánccal ellenemben, a régi cimborád ellen. Így már majdnem vinyogott Soma, hogy áruljam el neki, kicsoda, micsoda a fináncnak ez a babája. Dühöngött, döfködött, csípett, átkozott Soma. Bár megvesznék, bár a nehézség látogatna meg, egy jó szusztársammal szemben viselkedek így, mint a gyontató pap titkolózásban. Ezzel érünk lassan a szekéren tót és határába. Ott a falon kívül áll egy csárda. De vegyes kereskedése is volt a csárdásnak, beszálló szintje is. Nagy gémes kút, több itatóvájúval. A finánci dudás kutyája ahogy mindenütt a szekerünk után, szekerünk előtt szaladgált, már úgy ismerte a járást, úgy látszik, hogy egyenesen beiszkolt a csárta udvarára. Ott lelte a kapuban a csárdás ég süt kérező kandúrját. Az köpködve szőre borzolva felszaladt előle a gémes oszlopára. A kutya a tövéből ugatta. A sok kocsis igás paraszt röhögte a decisekkel a kezükben ezt a haddel haddelhaddot de már itt a csárdás. Egy derék mogorva ember, bizony nem fogadott bennünket bandériummal. Alig bicentett a jó napotra a fináncunknak is a csárda ajtóból, és bement hívogatásunk nélkül. Bizony, a finánc előre szólt nekünk. Itt ez a csárdás orról rám, mert elhúztam a múltkor a nótáját dohányosok miatt. Maradjatok, kün, míg megejtem a vizsgálatot. Gyorsan megy. Így somával a csárda udvarán várunk. A finánc csak a kocsist szólította magával, hogy egy decipálinkát rendeljen neki, mit kért búcsúzónak. Mert innét már gyalogszerrel jártuk meg a falut. Amíg a finánc bent szaglász és kalamistrál a kocsmában, boltban a csárdásékkal, mi is a kutyát nevetjük, úszítgatjuk a macskára a kútgémen a többi szájtátival. Hát, kijön a kövér csárdásni, és a két kezét csípőre csapja, mint egy éjjeli edény. Magukhoz tartozik ez a kutya, kérem? kérdi tőlünk. Fenézik, a financé, felel Soma. De maguk hozzátartoznak, belejöttek, pattog az asszony. Kihez? A kutyához vagy a fináncoz tetszik gondolni? Váltja a szót incselgésre a néval Soma egyikhez sem tartozunk. Hát akkor mit állnak itt? Mire várnak itt? Mit uszítják a kutyát a macskámra? Elkotródjanak, mert rögtön leöntöm magukat moslékkal. Ki a Gyerünk, mondom én is, húzódok a kapu felé. De Soma, a sose hagyta magát egy-kettővel megcsúfolni. Hát vad szemmel méri vissza rögtön a csapláros Álhat Állhat itt akárki, Nyilvános beszálló helyez. Kise ejti Soma ezt, két kakastollas csendőr fordul be a kapon. A csárdás menten hozzájuk fordul, ránk mutat. Nézzék csak meg, micsoda gyanús városbéli csavargók tolakodtak az udvaromba, és még nekik áll följebb, hogy kergetem őket elfelé. Ez hiányzott még nekünk. A csendőrség tegye ránk a kezét. Veszem észre, hogy Soma is fává vált úgy, ahogy nekem akadt el a lélegzetem. Az egyik csendőr a három csillagos veti ránk a marcon a szemét. Kik maguk? Mit keresnek? Mit, mit, mit csináltunk, hogy igazolni kelljen magunkat? Hebeg inkább, mint mondja Soma. Persze a csendőr a társával már úgy fog közre bennünket, mintha készülne a karperec a kíséretünkre. Nesze nekünk! Szerencsénkre éppen akkor végzett a finánca csapszékkel, és került volna a kereskedésbe. – Rudi! – kiált neki Soma, de olyan fohászkodva, hogy csak éppen a kezét nem tette össze imára, mint a mentő angyal előtt. A finánc persze mindjárt egy szó magyarázat nélkül tisztába jött vele, hogy a csendőrök ránk pályáznak. – Hát rájuk szól. – Mit akarnak tőlük? – Engem kísérnek, kérem. – Hája! Bocsánat, lép el még a közelünkből is a csendőr. De még le is kapja a társával együtt a kezét fegyverzéján tisztelegve. Azzal a csapláros néra főrmed. Hivatalos kísérettel kapcáskodnak a ténsasszonyék. Talán maguk a kozmások megint a csempészkedésben, hogy polgári hatalmat vesz igénybe magukhoz a vizsgálat? Így bizony. Polgári rendőröknek tartottak bennünket a csendőrök vagy hát éppen olyan besúgó féléknek, akik a fináncokkal dolgoznak egy kézre. De is furta aztán a besénket a csendőrök szeme? Rendezkedtek valamit az udvaron hátul, és aztán tágítottak is el a más dolgokra. Én azért büdösnek éreztem itt a levegőt. Mentő távolabb, barátságosabb helyre szerettem volna jutni. Soma? Dehogy is az? A csendőrök még el se indultak az udvarról, már Soma olyan büszkét kacsintott rám, mint egy polgármester. Kihúzta magát, és a sok szájtáti parasztnak, akik már susmogtak, lögdöstek ránk előbb, Soma csak a fejük felett nézett elfele, és biztosan a mancsát csókolni adja nekik, ha közelednek. Aztán pedig hangosan kezdett el nekem Soma zúgolódni. Azzal biztatott, siet a vizsgálattal ez a rudi és itt állad bennünket, mint a csudás bóri embereit, hogy bámészkodjanak ránk. Én mindjárt itt hagyom a faképnél. No hát, én meg susmorogva sem mertem ennek a szemtelen alaknak a szemére vetni. Így köszöni meg a fináncnak, aki a csendőrkézből kiszedte, hogy becsmélkedik rá hangosan. Nem is kellett szóljak különben, mert még soma a gágározás be se fejezte, már jött fináncunk munkájával készen füttyentett a kutyájának, és intett nekünk. Meg mehetünk. Hála Istennek, mondom én, amint már az úton tartunk. Itt megüthettük volna a bokánkat a csárdás név a csendőröktől, ha nem szólsz rájuk. Ezek, ha ártatlan ki is eresztenek, amíg gyanújuk van, nem símogatják. Igazán, arra gondoltam, hogy példaadásnak is inkább nyaljak egy kicsit ennek a fináncnak a pártfogásáért, mert ezt érdemli, nem a Soma arcátlankodását. De hát, ha Soma is üngetett valamit helyeslőleg a szavamba a finánc előtt, azért mégis elkezdte a magáét. De lásd, Rudikám, csak arra térjek vissza, hogy itt se érhetett volna semmi, ha egy párvasunk van. Mert ha a csárdásnénak, amikor kifogásolta az ácsorgásunkat, azt mondhatjuk, ehol asszonyság, két picula, hozzon két deci, ne rángast nekünk, ne szálljon az udvarára térő utasokkal, akkor az többet nem piszenhet. Pláne a csendőreinek nem rólunk a fogyasztó vendégeiről. A finánc hallgatta, hallgatta ezt kedvetlen somától. De már itt, mikor tudta, az következik, hogy Somag kérencselésre lyukad ki, a finánc közbe vág. Elmondtad, rendben van, igazad van. Ezután nem hagylak kűn sehol se titeket. Leültetlek mindenfelé és rendelet nektek, ha nem kínálnak. De éppen azért, mert látom a fene ez, hogy kizsebej már most, azért se adok egy vörös vasat se, ha mindjárt a nyelved alá kellene, mint a holtaknak teszik itt a falukon. Ésd meg ezt! De kiről tételezett fel, hogy téged ki akar zsebelni? Így soma, szinte sírva nyavajogva. Rudikám! hát légy igazságos, egyszer életedben. Én? Mi tekintetben? Rá a finánc bámulva. Azt állítottad, hogy nincs elvetemül csempész a kerületedben, aki újat húzza hivataloddal. Hát ez a csárdás? Hát ide nem küldhettél volna előre bennünket, hogy levágjuk ezt a szemen szedettet? A finánc megállt. Rám nézett. De a bika szeme szelédebb, mikor öklelni készül. Marci, tanul vagy, hogy kikötöttem, ha ezt a cimborád még előhozza, mehet tőlem, le is út, fel is út. Hát, ha te is vele tartasz, tarts. Ha velem, akkor gyere. Én ezt a derék embert, akivel egy iskolába jártam, többet nem ismerem. Puff neki. Én voltam a legrosszabb pálcban, hogy ez a finánc utolsó szava. Most aztán vagy csomával maradok, útféli koplaló koldusszerre, vagy a finánccal tartok, és akkor még rosszabbra kerülhetek ettől a mindenre kész gazember somától. Soma! Ordítottam rá most még egyszer az életben hallgass meg engem. Beszéljetek. Helyes. Értes meg, Marci, utoljára vele mindent, mondja a finánc, és azzal jól kilépve halad előre. Na, mi fejlődik ki ebből? Én, mint a tanító, a vásott makacskölyöknek türelmesen szépen kezdem Somának, micsoda aljasság az zaklatni egy jó emberét akarata ellen. Erre Soma, ez az ördögnél gonoszabb ördög, elkezd hunyorgatni rám, hogy érti, nekem muszáj a finánz oldalára állani, ez rendben lenne, de Soma úgy, hogy a finánc is hallja, ilyeneket ereszt meg. De azt nem veszett tekintetbe, hogy Rudi kezdett mindent, amit most felrúg? Ő térített ki utunkból a város előtt? Látom, a finánc nagyot ráng előre erre a tódításra, de hátra se fordul. Én felelek helyette Somának. Ez nem igaz. Mi szektük meg az ő útját. Te ordítottál rá, zsákba finánc? Legyen, bólint Soma. De ki találta ki, hogy engem készpénzzel küld italért fentősre? Csak aztán fordított a cédulára. Ez se igaz. Rá én. És a financ már félig hátrafordult ránk, amire soma, mintha kész akarva a viszályt, a kenyértörést akarná így nekem. Nem bánok én már semmit. Hagyjon itt engem, Rudi, a nélkülözésben a világ végén, ahová magával csalt. De én kimondom, hogy egy jó barát ne legyen annyira irigy a másik kis keresetére, hogy még a magáét is kiereszti miatta. Hogy érted ezt? kérdem én. De elől a finánc nem bírta tovább. Megfordult, és somára rá se füttyentve nekem. Rám figyelhetsz. Ő szegény feje azt hiszi, hogy én itt ezektől a csárdáséktól bírságolás nélkül jöttem el. Megfizet ez a kincstárnak és nekem a látogatásomért a sok csalása miatt busásan ne fél. Volt miért vasvilla szemeket meresszen és morogjon és csendőrhöz folyamodjék ellenetek, de minek nekem az egész tétóhoz előzetes beugratás? Még el is néztem így is annyi szabálytalanságot, hogy bene csukják az üzletét és koldusbotra ne kerüljön, mert minek vegyek ilyet is a lelkemre? Így nekem a finánc. És egy gyermek szeme nem őszintébb, ahogy az enyémben nézett, és láttam, ez nem hazug, nem fertét, nem csalafintáskodik. Hát én magamban már kis hián olyan dühöt éreztem, mint egy veszett állat, hogy somának ugorjak, ha még erre is okoskodnék. Vagy pedig szinte rimánkodhatnék ott, és sírhatnék ott, éreztem, hogy az átkozott lelkére hatnék. Hát mivel is? Soma elelvigyorogta magát a finánc alatt, és erre-arra lógatta a fejét, mint akit magára hagytak a keserves igazával. De nem mokkant. Egymás mellett mentünk hármasban. Csak megnémultunk. Csak megkomorodtunk. Csak éppen a koporsót kellett képzelni elénk, hogy azt kísérjük temetésen. Azért Soma minden öt-tíz lépés közben eresztett ki magából valami olyan hangot, ami csúfondárosság, kötődés, gyalázkodás számba ment, míg ha alig hallottad is. Egy sóhajtás, egy haj, haj, haj. egy üngetés, mintha dúdolna, mm -hmm. egy köpködés, fúj, juha, ja, egy szuszantás. A finansz begyében nagyon foroghatott a soma letorkolása, csuffá tevése szintén. A küszködés megtetszett minden pislogásán. Egyszerre megint én hozzám fordul. Én, Marci, csak előtted nem akarok sötét lelkűnek tetszeni. Hát egyet kérek tőled. Ha te megvolnál az állásodban rendesen, de telhetetlenkedésből vagy akár miért? Rávetetnéd magad olyasmire, ami aztán a kezébe ad annak, aki rávet, mert egy beugrató szintén feljelenthet és fenyegethet és fejhet, ahogy minden suskus még újabbat ránt magával, mind kényesebb és kényesebbet? Elállaná le ilyen üzelmektől te vagy sem? Én feleltem erre egy szem gondolkodás nélkül. Én úgy segítsen a jó Isten minden utamon ezentúl, ha hamis lelkűstödöm, hogy éppen úgy tennék, mint te! Erre a Finánc minden szó nélkül odanyújtotta nekem a kezét. Én belecsaptam. Azzal megint a vízbeli halak sorsát vállaltuk. Mindössze soma vágott rám egy ájtatos fintorgást, és fülembe súgta: Egyik kutya nyaja, másik meg hagyja! azzal úgy tett, mintha rettenetesen elé venné őt a rossz köhögés. Már most aztán ebben a tótjegenyésben csak ugyanúgy mentünk végig a szemlénkkel, mintha a finánc mellé rendelt hivatalos kíséret volnánk. Akárhol fogadtak még szívesen, és mindenütt úgy fogadta, hát a finánc elhárította magától udvariasan, tréfásan, vagy akárhogy a kínálgatást. Soma az pláne savanyú képet vágott, még bánatosakat is, mintha gyászfátyolt hordana a kalapján. Nekem pedig úgy sem természetem, hogy mindenhol az szerint találjam meg a hangomat rögtön, ahogy a fogadtatásomat kizsákmányolhatom. Egy pohárral hajtottunk le a legtöbbet mindenütt, ahová bekukkantottunk még a faluban. És hetet se fordultunk, már indultunk tovább. De hogy ne felejtsem, a finánc egyik kocsmában ott hagyta a táskájából az egész vadás zsákmányát. A kocsmáros szekere a városba fogott be. A finánc hazaküldte vele a madarakat feleségének cédulával, hogy vidrales miatt lehet, hogy elmaradt szemleidőn túl is egy napot, és ezért is küldi az eddig lőtt madarakat, hogy helyet csináljon a vadnak, amit ezután pukkant le. Tót Jegényésről újra a réteken cserkészve akart átvágni a fináncunk, mint tervelte fentősre. Ha vacsorára valót az alatt lepuskázza, bízott benne. De soma ebből is majdnem kocódást kavart az úton. Én közbül haladtam a két haragos közt. Egyik és másik is nekem ejtette azok szavait. Hát, amikor éppen kifelé érnénk a faluból, soma nekem. De ha mégse kerülne itt sütti való a hámánnak, és tőle kell vacsorát rendelni, akkor ezt az élősködést én részemről azért sokalhatom, mert olyat ajánlottam, ami szükségtelenné teszi. Soma ilyen előkelő hivatalos hangot használt velem, amióta beszüntették a finánccal az érintkezést. Én meg röviden. Coki ezzel! Feleltem rá. A finánc az forrójában sose elegyedett ilyen pál értésére Péternek mondott szóváltásokba. Tíz-húsz lépés után, mintha nem is az elébbiekhez szólna, kezdi nekem. Én kötnék veled egy fogadást, Marci. Ha lesetérünk az egyenes útról, akkor is ejtek legalább egy jó vacsorára való vadat itten fentősig. Én elhiszem neked úgyis, kerültem ki a szószaporítást de Soma rögtön hozzám fordult. Ha nem hamisan játszik, a legjobb kártyás is veszíthet szerencse hián. Én fogadnék, ha neked volnék. Itt sok szekér jár, és csak szántók, legelők vannak. Fentőség egy kis sziher nincs. Sok vad nem kerülhet puskacső elé. – Hej, dudás! – kiállt a finánca kutyájának, akár csak annak válaszolná. – Úsz, úsz, körül nagyokat! Mi lassan megyünk az úton! – hát az okos állat azon nyomban egy szántó mesdjéjén ront el keresztbe az útra. Úgy halljuk aztán messziről a hangját néha. Onnan megint vissza az útra, át rajta előttünk a másik oldal szántóira, és újra vissza. Így haladunk. Kis szél volt. Dudált a drótokon az út mellett, mert sürgőnypóznák álltak. Fentőst kikerülve az az országút vitt új városra. Sok ember is játsz, szekérrel is eléggel találkoztunk, vagy értek utol. Nem. A finánc nem tért le a szántókra, hogy megmutassa azért is Somának itt lő vacsorát. Megyünk, megyünk, megyünk. Én magamban már inkább a Soma véleménye felé kezdtem húzni. Túl bizakodó ez a finánc. Egyszerre a kutya egy káposztás vagy répás föld végében élesen vakkangat. A finánc kapja lövésre a puskáját, és megáll. Egy fél perc se telik. Az úton keresztül egy nyúl szökne. Durr a finánc fegyvere. A nyúl, mintha egy nagy seprű seperné a levegőből, úgy csúszik nagyot felfordulva az országút porában. Hát hiába, ha rosszul, ha hamisan játszom, Szerencsém van, röhög nekem a financ. Soma látom, szinte a nyúlpaprikása is utálkozva gondol, hogy a csúfságára fogjuk zabálni. Amíg a finans a táskájába helyzi a szép kövér nyulat, Soma dör nekem. Azt tartják, ember halál, ha nyúl fut keresztül az úton. Teszek én a babonára és arra is, aki hiszi, morogja vissza hozzám a financ. Most már, Marcikám, keresztül vágunk a legelőkön fentős igaz úton. Gyerünk! Éppen a cigánypotriknál bukkantunk ki a legelőről. Szalad elénk a sok pucér, piszkos, ingű kis cigánygyerek. Tartják elénk a markukat krajcárért. Ajánlkoznak, hogy cigánykereket vetnek, és eljárják a rókatáncot. A fináncot már annyi durcáskodásra, amit soma miatt vettünk magunkra, a jobbik kedve fogta el. Vettetett a pordékkal egy sor kereket. Közben kiszedte, ami apró krajcár a bugyellárisában. Aztán kapóra lökte a kis mórék közé a gyepre. Csúnya kapkodást, verekedést, rugdosódást, lögdösődést műveltek. Tetszett ez a fináncnak. Megint kikapart az erszényéből néhány fél piculát, azt meg annak szánta a nagyobb acska, purdék és lotyók közül, akik a rókatáncot táncot eljárják. Rá is kezdték rögtön. Aki látta, tudja, micsoda disznóságokat mutatnak ebben a táncban. A koslató kutyák tanulhatnának ettől. Ki kell pukkadni a kacagástól mindenkinek, ha jól csinálják előtte ezt a táncot. Ezek a büdös kis cigányok pedig akár a maguk mulatságára járnák, és tapsolnák, és rikkangatnák, úgy csinálják nekünk ottan. De amikor már megelégeltük, és szívódtunk volna tovább a faluba, akkor meg két cigányasszony rohant meg. Szerencsét mondunk a tekintetes uraknak. Pár krajtárért a jövőjüket meghalhatják, a boldogságukat is a bajt megelőzhetik, ami rájuk közeledik. Szerencsére egy szekér állt meg valami pantallós, Miféle utassal az úton, a putrik megett. Az egyik cigány a fiatalabb odafutott hozzá, De az öreged, mint a vasorró bába, A fekete sovány kezével beleragadt a finánc fegyverszíjába. Rimánkodott, istenkedett, pofátlankodott a garasért, Hogy jóslatával megszolgálja. Hát halljam, vénbanya, a terentésit, csak gyorsan! Na erre a vén cigányné se kártyával, se szitával, vagy rostával, se búzaszemmel nem csinálta a babonát, mint szokták, csak a finánc tenyerét kérte. Abban kapargált, húzta erre, húzta arra a finánc ujjait is, hadrálta a magáét. A finánc idétlen kacaghatnékkal nézett rám ez alatt, de azért ő is úgy volt, mint sokan mások, nem tudta, mi hitelt lehessen adni az ilyen zagyva jövendő mondásnak, mit nem. Már a végén egyszer meg is rökönyödött a finánc és elvörösödött nagyon. Mert a cigányé azt mondta neki. Magának tekintetes úr, van egy titkod nagy szívszerelme, ezt ne tagadja. De tőle eltántoríthatnák. Kivált egy barna ember. Hivatalos ember. Akit szeret, az magát is szereti, és odaadná testét, lelkét magának. Itt, itt, itt a hüvelykujján látom, hogy jó vége is lesz e pekedésüknek. Megmondhatnám azt is, ki segíti hozzá. De legyen szíves, és tegyen ide még egy piculát a kezem fejére, hogy az erőt bele tudjam tenni a szavamba. Soma eddig morogva türelmetlenül vesztegelt ott velünk. Ha a cigány csak közeledett hozzá, úgy dázördült és úgy emelte rájuk kezét, lábát, hogy már békén hagyták. De úgy különben figyelt csoma is, akárhogy erőltette a duzzogást a képére, a késedelemért itten, azért mulatott is a kavarodásokon. Éppen most, hogy a finánc nagy zavarban tátog, Soma egy nagyot röhintett. Tán nem is máson, mint azon, hogyan zsarol újabb díjazást a boszorkány hanem a fináncot csuda gurította a soma röhögése. Rákiáltott a cigánynéra. Nincs több pénzem, hordja el magát! Nem vagyok kíváncsi már egyéb hegyeretjére. Jó, tekintetes úr! Kezdi előről a kunyoráláson a cigányné, somára mutatva a fináncnak. Hát ő neki, tréfa, ami maga szívét és a boldogságát emészti jel. De hagyja magát elverni őtől az én meghallgatásomtól, aki a legnagyobb szerencsét mondom magának. Eddig nem sajnálta érte azt a pár fillét, most sajnálná. Ne a piculád, és menj a dolgodra! Lökte oda a finánc a piculát a cigánynénak, és az én hátamba vert már is. Gyerünk, Marci! Erre hát a cigányné szüntelenül hadráva farkolt utánunk pedig most már nem a finánc körül, hanem körülem. Az úrnak mond meg hát, amit tudok, ha ő nem akarja. Az ő tenyerében éppen azt láttam, az úr segíti meg őtet, úgyhogy megszabadul a keserves sóvárgásától. Ez itt van közel a napokban. Az úrnak is megmondhatnám egy fél piculáért a saját szerencsét. Hagyjon békét nekem, kiáltottam hátra a cigánynéra amire Soma is a hosszú lábával felé rúgva kergette. Maradsz el már vén rimája, vagy kukra Így a cigánynél végre nagy nyögdécselve áldást átkot összeelegyítve utánunk, csak ugyan visszamaradt. Akkor Soma kezdi nekem a dünnyögésen. Már én, ha meggondolnám, hogy egy jó barátomnak egy-két fityinget, vagy népnek számolatlan hajigájam, könnyen döntenék. Kus nekem ezzel, szépen kértelek már. Fordulok el somától, és tűröm, hogy köpjön elém majd a cipőm orrára mérgében. De a másik oldalról meg a finánc tölti a fejem az ő szavával. Hát én szenvedjem el valakitől, hogy akármi söpredék előtt röhik rajtam. Ennek mit szóljak? Semmit se. Rajtam keresztül muszájon csak nektek egymás fejét beverni. De kisvártatva megint a finánc szólal meg. Ki a fene hiszi ilyen vajákosságban. De néha az ember meg tud hökkenni, hogy ilyen karattyolás rátapint olyan dolgokra, amikről csak maga maga tudhat valaki. Igaz, bólintok erre. Mert én, ha a finánc nekem se bizalmaskodott az annuskájáról, bárgyón is kitalálhattam, hogy arra érti a dolgot. A financ is úgy, mintha említeni se kellene, micsoda egyet gondolunk. Így szól. Csak már amikor téged is oda kevert, mert éppen ott állsz, és jó komaságban lát velem, hogy hát te juttatsz boldogságomhoz, ezt már megkontrázhattam a tudományából, hogy maszlagoljon vele. Az ember maga se tudja, hogy a száján néha minek szalad ki a szó hirtelen, úgy, hogy esze ágában sincs különben én is egyszerre ezt bököm ki. Vagy ki tudja? A finán szemet merezt rám. Aztán rám vágja. Igaz. Ki tudja? De elhallgatott ő is, én is. Elő se hoztuk többet a dolgot. Ahogy Hámán kocsmája elé érünk, messziről látjuk, hogy előtte egy négyes sétáltat a kocsis egy kis akácos vagy juharfás térségen. Könnyű kis bricska, egy kis szamár egyedül vágtában húzhatná, nem ilyen négy prüszkölő táltos. A kocsis kosút kalapja mellett csak úgy libeg lobog az árvalány haj, ahogy két karja ránga a csikók gyeplőjével, hogy tartsa őket. Újha! Mokkan meg Soma. Ha a főszolgabíró lepzsel Hámánnál, akkor nem tudom, milyen szívesen vesz más vendégeket. Mi közöm hozzá? Néz rám erre büszkén, fitmálkodóan a financ. Felőlem a fő ispán is itt ülhet ennek a cefrének a szoknyáján. Szeretem, hogy ijeszgetni akarnak. Így. Azzal vonulunk Hámán kocsmája ellen, mint a hadak a várnak, ahogy nálunk mondják nagy garral elől a finánc. Éppen eközben jön ki a főszolgabíró a kocsma udvara felől, kísérője Regina, és utánok kullog apja nagy környedezve. Tyű! Ez a lány csak ugyan olyan szép, hogy a hajnal csillag nem igéz meg jobban, ha bámulod. De mi történik? A főszolgabíró egy jóvágású, sörtés kalapos fiatalember. Csak szinte odalük iránk a szemét, mint a kutyákra, amikor a fináncunk hangosan, bátran köszön a kocsmárosnak. – Szervusz, Hámán! – Jó napot, kisasszony! Hámán váltik hajlong a főszolgabíró mögül a fináncra. – Szervusztok! Azonnal! Egy percre megbocsáttok, tessék be fáradni, letanyázni, azonnal jövök, csak kikísérem a főszolgabíró urat. Erre a főszolgabíró megint odavet ránk egy pillantást. Ez se barátságosabb megemberelőbb az iméntinél. de Hámánnak így utal ránk maga mögé. Csak menjen maga a vendégeihez, Isten áldja! Persze mérget vehetett volna valaki rá, hogy ezt nem hogy a lányra is értette volna a főszolgabíró, de inkább azért mondotta, hogy eltolja a maga és lánya sarkából Hámánt. Igen, de a szép lány abban a pillanatban, hogy apja alászolgályázott a főszolgabíró szavára, és elmaradt volna, szintén nagy pokedlit vágott a főszolgabírónak. – Isten bele, főszolgabíró úr, segíteni kell nekem is tatának! Tessék jönni hozzánk máskor is! Ahogy kezelnek a főszolgabíróval, az talán még tartaná a lány kezét, és talán szóval is fogná még. De a lány ügyesen a főszolgabíró első, Hát akkor pár reginácskám jára, már egyet pördült, és nincs a főszolgabíró mellett. Hanem hová szaladt? Talán apjához? Nem az. Egyenesen Somához szaladt közöttünk, és örül és riogat Somának, mint a szentjének. Hát már visszatetszett jönni, akkor megint kártyázunk este, úgy örülök, Hi hihi. És mi ez? Belekarol a szép Regina Somába úgy nyújt kezet a finácnak, egy ilyen olyan jó napot Grepitzer úrral. Meg nekem is a gyönyörű fehér kezéből az újja hegyét érinti csak a készszorításnak az enyémhez. Hú! A főszolga bíró, mint az ingerelt farkas sandít oda. Fütjent a kocsisának. De a szeme rajtunk, amint a lány nagy csacsogva, mint a vőlegényét karolja befelé somát. Aztán hallhatjuk, hogy ordít a főszolgabíró, és anyja teringettézik a szegény kocsisának, merre körölt volna jobban a fogattal. Hát, kicsodán töltse ki a mérgét ez is. De mert hogy csomát előre vitte a lány, az apja meg a másik bejáratom kerülve jött elénk, hát egy percre egyedül maradtunk a fináncal az ajtóban. Én ránézek és mutatom a nagy hüledezésemet a soma ekkora karolgatásán a finánc Miért teszi? Honcott kis bestiája, hogy vadítsa jobban maga után ezt a főszolgabírót. Kell -e ennek giráfusz különben, vagy akárki? Ismerem ilyen korától, mutatja kezével a finánca derék Már akkor kikezdett kacérkodott mindenkivel, csak nadrág legyen rajta. Egy kis bestia. Ennek lehet igaza, gondoltam. De hát odaben Hámán úgy látszik, már nem lelte akkora kedvét a Soma társaságában, mint lánya. Előbb belülről hallottuk, hogy kiabál. É, Rudi, hol maradtok? Aztán rohant kifelé hozzánk, és az ajtóban fogadott már, és tessékelt befelé nagyban. Jó hűvösben egy hátsó filagória félében telepettünk le. De itt már nem a lány kellemeteskedett Somának, hanem Soma igyekezett neki hangosan mondta. Ha nekem ilyen lányom volna, mint magának Hámán úr, nem egy szolgabíró, de egy királyt se sokkal lennék kérőjének. A kocsmáros, mintha nem is hallaná, a fináncnak hadrikál egyfelől. A lánya is a fináncsal foglalkozik másfelől. Soma hiába kezdi még egyszer. Ha nekem haja, Hámán úr, ilyen lányom lenne, mint magának. Hát egy király se sokallanék kérőjének nem egy járási főszolgabírócskát. Az úton lőtte a nyulat? Hát azért poros. Ezt faggatják ki közben a fináncból. Így csoma megint hiába erezgette meg a hízelgését, és hiába tolja hozzá, Reginácska kisasszonyt nem egy rongyos járás, de egy ország is megbámulhatná, milyen szép. Fogadást ajánlottam, hogy az úton ejtek el vacsorát, lesetérek a rétekre, mondja közben a finánc. Volt velem, aki nem hitte, de még ember halált jósolt belőle. <laughs> Soma már azt hittem, harmadszor is belevág a hízelkedésbe, hogy Reginácska kezek kit illetne meg, de láthatja, hogy nincs kinek mondja, ha csak nekem nem, aki ott kuksolok magamnak az asztal végén, mint mondják, ahol a szél fúj. Na, velem nem tartja soma érdemesnek a társalgást. Igaz, hogy amit a lányról mondana, azt ugyan én is látom. Olyan szép ez a fruska, de olyan, hogyha még sose találták volna ki a hízelkedést, ő miatta találná ki akár egy buta is. De hogy lefegyelünk és hámán friss sört hoz és kínál bennünket, már vagy ötször halljuk a házból. Regike! Gyermekem! Csak ezt. De Regina nem hederít rá a hangra, biztosan az édesanyjáéra, hogy hámán se. Hát, ha valaki a feleségének nem ugrik minden kiáltására, azt érteni lehet. A finánc meg, ha nagy beszéddel tartják őtet a kocsmárosék, mit törődjön, ki ki a utánuk. De Soma és én úgy ülünk ott a felől, hogy minket is megszólítsanak, akár más faluban, más megyében lennénk. Soma azt szeretne és meg is próbál bele elegyedni a csevetelésbe, de hasztalan. Én pedig meg vagyok magamnak úgy is, ha nem verem a számat mindig. Hát szinte csak mi ketten vezzenünk fel a hangra a házból, akiknek időnk van törődni vele. Na, a finánca vidralesnél tart éppen, és engem hív tanúságul, hogy a nyomokból hányfélét tegnap itt, tegnap előtt itt láttunk. Én ráhagyom, mert mit tudom én a vidra dolgokat. Mégis már, ha a hangom akarják hallani, inkább azt mondom, ötödikszer kiáltanak már belülről. Igen, bólint nyájasan erre a lány. Kiált mama, de hogy megmozdulna, vagy visszaszólna, vagy mi? Regike, gyermekem! – Éppen most károgja megint a hang, de biztos se szól neki, csak úgy, mint eddig senki. Már összenéztünk somával erre is. Ki lehet az? Mi lehet ez? Persze, hogy éppen mi kezdjük el itten megháborítani a házi rendet, ez furcsa lenne. Egyszer egy kis támadta támadt a filagóriára nyíló ajtónál. Akkor látjuk, hogy egy kerekes tolószéken egy idősebb, beesett képű asszony szorog előre. Nem csak a lába eshetett el, hanem a keze is nyomorék lehet, mert alig bírja forgatni magának két kézzel a kerekes széket. Így nyekergi újra közelről. – Regike! Gyermekem! – Mit akar tőlem, mama? szól oda neki a lány kedvetlen. Alá szolgálja a asszony. köszön a financ. Jó napot, Greppicer úr, fogadja az asszony. Azután a Soma agyistennyére is biztent és rám mutat. Ő kicsoda? A barátja? Kiáltja a lány rám és a fináncra utalva. Igen, a bátya, ha Isten hozta nálunk! Vigyorog rám az asszony és hogy én szólnék, rosszul értette a lányát, hámán legyint és csendesen mondja. Hagyja, felesleges a szót szaporítani vele, mindegy ő mit gondol. Ajajaj, ajaj. szegény szerencsétlen öreg csak nyűge látom ennek a háznak. Kezelába rossz, süket és kicsit hibbant is, csak még a szemével igazodik el valahogy a világban. Hámán már kérdezés a finánctól hajnalban zavartatott fel magad megint egy koszos vidráért. Azt már mégsem éri meg szerintem. Nem a fenét, felel a finánc. És kezdik a vitájukat. Hát soma, mint aki szívesen ragad bele minden alkalomba, hogy lefetyeljen, nekem kezd magyarázni. Én nekem már elmondták, hogy mi rengeteg költséget emésztett föl a ténsasszony gyógykezelése. Fürdőről fürdőre hordták. Orvostól orvosig a városban. Nem segít semmi. Csak jobban esik el napról napra minden tagja. Már az elméje se tiszta. Elég borzasztó, sajnálkozok én. De csak úgy, mint Soma, hogy inkább a lány hallja. Ajjaj, túlnéz az rajtunk. Ha lehet, csak a finánc és az apja beszélgetésébe elegyedik. Se Soma, se én nem érdeklem azt. Gyer Gyermekem! Vinyogja az anyja is egyszer, kétszer, háromszor az ajtóból, hiába. Na a negyedik nyöszörgésére a lány ráfordult. Tessék! Miről beszéltek, fiam? Kérdi. Az időjárásról hallom fürdeni, mondta az az úr. Mutat somára. Fürdőt, igen, fürdőt. Azt, feleli Regina. Aztán lassabban nekünk, Kállj vele szóba állni, akkor mindent akar tudni. Én fürödjem. <laughs> ja. Kacag magában az asszony. Én meg soma azt se tudjuk, sajnáljuk-e, nevessük-e, csodáljuk-e, hogy más mindenki ennyire közönös ez iránt a bénult asszony iránt. Egyszerre tenyeres talpas cseléd jön oda a tolószékhez, és az asszony fülébe kiáltja. Mennyi paprikát tegyek a zsírba nyúl alá? Négy kanállal elég, feleli Hámánné de szépen kavard, a húst pedig ecetes vízben áztas szépen. Meddig? kérdi a cseléd. Amíg feldarabolod, tiszta hideg ecetes vízbe darabolod, addig ázik, míg a szalonna megpirul. Ez a jó paprikás, hagymát vág bele bőven, de a kisasszony nem szereti, kiáltja a cseléd. Nem a kisasszony szája ízére csináljuk, hanem az urakéra. Most már fuss! utasítja a cserédet. És az engedelmesen szedi is a lábát, mint aki értelmes parancsot hajt végre. Hát nem álmélkodni való ez. Az ura, a lánya, a vendégei hibbant számba veszik ezt az asszonyt, és a konyha ügyeket ő látja el. Pedig ez a legfikciósabb az asszonyok dolga között. Hogyan lehet ez? Már Soma, aki kiszorult itt a kényeztetésből, és megtorlott benne a szó, jobb hián megint velem kezdett társalkodásba. Őtőle tudtam hát meg Hámánnéról, hogy az az egész háztáján minden szalmájáról tudja, helyén van-e vagy se. A kereskedésben még az ura is csak tőle kérdi, mi hol áll, miből kell már beszerezni, micsoda portékát kell óvni a romlástól. A biza, Azután megtudhattam Somától azt is, hogy a házban két konyha van, egy zsidó konyha és egy magyar. Hámán és felesége csak a zsidó konyhából esznek, Regina mind a kettőből, de külön edények, külön cseléd van a két konyhához. A világért össze nem szabad cserélődni egy fakanának se a kettőből. Erre pedig mind hámán vigyáz. Ő oszt ki az utolsó szemborsig mindent. Ő felel mindenért, de megbíznak benne. Soha nincsen hiba. No hát, már nekem a fejem kezdett forogni ebben a furcsa zsinatban. Ha akartam, hanem hallottam, mit tárgyal hámán meg a finánc, és mit töm hozzá soma a fejembe. Még azon felül ide is oda is kotyogott néha a lány. Mert Soma úgy beszélt nekem, mintha inkább azt akarná, hogy hámán meg a lánya hallja meg. Kérdez bár, Reginácska kisasszonytól. Tessék, nyilatkozzon, Reginácska. Soma minden harmadik szavánál így kiabált inkább a lánynak, mint nekem. Hát így a sokszor csak bólintott, vagy mondta. Bizony, hogy ne? De többször a fináncra figyelve olyan szórakozott volt, hogy éppen az ellenkezőjét helyeselte meg, mint amit Soma kívánt tőle. Erre Soma felhorkant, a lány nagyban javítkozott a finánc és a hámán szüntelen hebrecjéje közben, és még az ajtóból az asszony is ilyenkor nyeregte bele a nagyobb zsivalgásba, amit így megneszezett, hogy – Regike, gyermekem, miről beszéltek? – Na! Ha a szélmalomnak a kereke nem csak egyfelül húzó, de alul, felül, minden felül csapó szélre keringene, hát én ilyen szélmalommal versenyezhettem ottan, hogy azt se tudjam, merre forduljak az édes eszemmel. Még ehhez aztán utoljára a bosszúságra is alkalmam lett ottan. Soma, amikor már kifogyott a hámánnéról való felvilágosításomból, egyszerre jobban hozzám húzódik és súgja ez a büdös Rudi jól titkolja, hogy az annuskája, akiért úgy nyiválkol a nótázása közben, hogy meg is foghattam rajta. Ez a szép dög. Figyel csak! Itt is előttünk, és apja anyja előtt csak színeskedik, hogy a lányjal, mintha nem is törődnék. Még ahogy ez kedveskedik is neki, csak úgy odaveti neki szavát. Pedig, Patkány mérget nyelnék ebben a sörben itt, hogy ez a szép lány birizgálja azt a ronda kincstári közegszívét. Mit szólsz, te? Mit tudom én? Ráén most már hányadszor is. Te szerinted más lehetne él, az annoskája? kája, Felőlem aztán akárki, rá én még bosszúsabban. Szóval tudsz valamit, hogy más után töri a nyavaja ezt a fináncot? Mert mégis, hogyan jön össze a Reginával az Annuska név? Már engem erre vesz a méreg. Mit tudnék annyit, mint te? Hagy békén. Többet tudsz, ember. Olyan nincs, hogy te már előbb nem forujáztad neki a nótáját. Nem vettem volna észre én. De értsd meg, ha forujáztam is neki, akkor se firtattam tőle, kiért annuskázik. Már századszor mondom. Te, 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 hogy el nem ejtett neked semmit a finánc, amikor úgy egymásba bújtok. Ugye? Ez a lány. Hát, ha van annuska neve is. Úgy, mint Bérma neve. Bérmának vajon a zsidók is? Nem tudod? Hát már talán zsidó pap és zsidó eklézia is legyek neked. Olyan dühös voltam már, hogy a sörös korsót vágom fejéhez, ha ezt nem kérdi tőlem. Erre azonban csak a röhögés fogott el. Hát soma, ahogy kocogok igyekszik fürkészni a feleletet a szememben, és mintha csak eltalálná, egyszerre ő is röhögni kezd. És mit csinál? A regina keze az asztal szélére nyúlik. Soma a nagy piszkos mancsát rácsapja a lány fehér kezére mint egy varasbéka ugrik a liliomra és megvárja, míg a lány feléje fordul. Nem is kapja az el a kezét somájé alul, mintha észre se venné a bizalmaskodását. Még a finánc utolsó szavára kíváncsi, a badorzás ilyen és ilyen büntetéséről aztán fordítja csendesen a fejét somára. Akkor soma, akár egy vizsgálóbíró. Annuska, izé, nem is Annuska, Reginácska, kisasszony. Néz a lány szeme közé. Mi az, tessék? kérdezi nyugodtan az. Hát soma hirtelen megtalálja, hogy azt mondja rám utalva. Tudja-e azt, hogy ez a barátunk nagy furuja művész? Egész este játszott a Rudinak a fülébe, még ma is a szekéren. Kivált azt a nótát, hogy és itt soma csúfondároskodva énekelni kezd. Hány csillagból van a szemed, az Azért már magát kezdtem annuskázni. ki ezt a csavaros eszűbe gyárt? Így szedné ki a lányból, amit akarna tudni tőle. De hát Regina csak egy kicsit mosolygósra vonta a szép száját, és azt is rám. Azzal hármat bólogatott Somának fanyalgósan, mint aki unja a lefetyét, és megint a finánc felé fordult. Látod, lecsúsztál, te vallató pribék! Röhögtem csendesen Somának. Mire is kellene neked kiszimatolni, kipuhatolni a rudi szívbaját? Soma erre lesajnált, majd a poharamba nem köpött, és nyakalt egy nagyot a felsülésére.